Ezt a horvátországi tengerparti szállodát 2008-ban nagyjából 1 milliárd forintért vette bérbe a Magyar Villamos Művek, azért, hogy dolgozóik színvonalas üdültetését biztosítsák. Az állami vállalat vezérigazgatója akkor Kocsis István volt, a szállodát bérbeadó offshore cég pedig Kocsis Istvánné. Ez csak egy volt a sok előnytelen szerződésből, amelyet az MVM offshore cégekkel kötött Kocsis irányítása alatt. Nem tudom, most ez, ne kérdezzem meg, hogy itt vannak a szakértők. Guszti, gyere már ide! Jöjjön, Erzsike! Kocsis István itt a BKV első embereként nyilatkozott. A gépészmérnök végzettségű Kocsis a 2000-es években egy sor állami cégben töltött be csúcsmenedzseri pozíciót. Át az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, a Paksi Atomerőmű, a Magyar Villamos Művek, majd a BKV élén is. A BKV-tól 2011 őszén távozott, akkor már nyomoztak az MVM szerződései miatt. Az ügyről Bodoki Tamás újságíró írt hosszú cikksorozatot 10 évvel ezelőtt. Brit Virgin szigeteki, panamai, Kajmán szigeteki offshore cégekkel kötöttek olyan üzleteket, amik papíron befektetésekről szóltak. Ebbe volt erőmű projekt, volt Adria tengerparti szálloda. Kocsis István és öt társa ellen végül 2012-ben emeltek vádat bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, sikkasztás, pénzmosás és orgazdaság miatt. Kocsis volt tanácsadója, felesége és az időközben elhunyt korábbi MSZP-s képviselő Kapolyi László is vádlott lett. Végig tagadták a bűnösségüket. Kocsis Istvánt az évekig húzódó eljárásban többször felmentette a bíróság. Majd új eljárás kezdődött, és a pécsi ítélőtábla idén tavasztal másodfokon 5 év börtönre ítélte. Egy vagyonkezelői szerződéssel kapcsolatosan, illetve egy horvátországi szállodavásárlással kapcsolatosan az elsőrendű vádlott bűnösségét sikkasztás büntettében és hűtlen kezelés büntettében állapította meg. Ezt az ítéletet erősítette meg a kúria. A volt állami cégvezérnek 2 millió forint pénzbüntetést is ki kell fizetnie. Felesége 2 év börtönt kapott felfüggesztve. Köszönöm.